A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban három témával foglalkozunk. Az egyik a földadó kérdése, ami azt hiszem nagy port kavart az elmúlt időszakban itthon Magyarországon. A másik a vetések állapota, hiszen tudjuk, hogy a évszázados asszályt követően most azért a csapadék milyen hatással volt a növényekre. Ezekkel foglalkozunk. Külön foglalkozunk értelemszerűen a cukorrépával, mert hogy gondolkodottak is, termőterület és a többi. Vendégem pedig természetesen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves nézőt. Földadó nagyon sok helyen megjelent már, hogy elak ezekkel a gazdák földjétől petíciót indította a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara karöltve a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségével, mert hogy mondván a földadó egy elfogadhatatlan teher, hiszen a gazdák megadóztatása forrást von ki az ágazatból. Erről kellene kicsit hosszasabban beszélnünk, mert ennek számtalan szegmense van. Miért is? Miért is vezették be? Tehát önmagában nagyon is jól tudjuk, ugye az első hír arról szólt, hogy Hódmezővásárhely és Szeged környékén ezt már bevezették. A gazdák elkezdtek tiltakozni értelemszerűen, de vegyük sorban, hogy mi minden okozhat a földadó adott esetben. Eleve azzal kell kezdeni, hogy egy tévhitet kell eloszlatnom, amelyben az van, hogy a Fidesz kormányzat alatt ez lett megszavazva, mármint a törvény. Valóban a törvényi háttér, a lehetőség akkor lett megszavazva, de nem ezzel a céllal. Tehát a törvény maga úgy fogalmaz, hogy amire nem vetnek ki központilag közteher jellegű adót, tehát közterhet, ott a helyi önkormányzat lehetősége van ennek a mérlegelésére. Na most nem kell elmondani a kedves nézőknek, hiszen tudják, hogy számtalan dolgon nincs közteher jellegű adóter, tehát helyi adó, amit mindent be lehetne vonni. Nyilván a törvényalkotó nem gondolt arra, valószínűsíthetően, de nem is ez volt a törvénykezésnek a célja, hogy hát ügyes jogászok megtalálják azt a kis kaput, azt a kis rést, hogy hát ebbe a föld is beletartozhat. És hát természetesen ezt használják ki bizonyos önkormányzatok, akik bevezettek ilyet, és hát ezt a rést próbálja hát eléggé sajátságos módon értelmezni a Hódmezővásárhelyi és környéki önkormányzat is. Az első nagyon fontos dolog, hogy a petíció pont azt célozza, hogy amennyiben ezt a gazdák aláírják, és itt mondom mindazokat, akik a gazdákkal együtt élnek, tehát feleség, gyermek, hát nagykorú gyermek, ezek mind írják alá, hiszen a mezőgazdaságból és a mezőgazdaságra újabb terhet róni, méghozzá hát igen, nagy összegekről van szó, tehát nem hektáronként, hanem 10-30-40 ezer forintos összegről, tehát majdhogy nem a földalapú támogatást elvinni, ezt nem bírja ki a mezőgazdaság. Tehát mindazok, akik úgy is fogalmazhatnék, hogy nem hívei a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek szuverén megtermelésének, tehát az élelmiszer szuverenitásnak ilyen értelemben, az önállóságnak
Hát azok igenis amellett kardoskodnak, hogy újabb és újabb terheket rójunk a mezőgazdaságra, és vonjuk ki onnan a jövedelmet. Tudjuk jó, hogy elég nagy baj az is, hogy a föld tulajdon az egy kicsit hektikussá vált, és bizony olyanok is rendelkeznek nem kevés földtulajdonnal, akik nem abból élnek. A agrárgazdasági kamarának tovább is az lesz a célja, hogy azért legyen a föld, aki megműveli. De ez egy más jellegű megközelítés, és nyilvánvaló adómentes maradjon a gazdálkodás. Hiszen most gondoljuk csak el, hogyha ekkora terhet ró egy önkormányzat azzal, hogy kivon a mezőgazdaságból ilyen összeget, ez előbb-utóbb az élelmiszerárakba beépül. Így van. Hát ingyen nyilván egyetlen gazda nem tud termelni, és ha most látjuk az aszályt, láttuk, és látjuk azokat az inputáremelkedéseket, ami egyértelművé teszi, hogy tiltakozzunk ellene. A tiltakozásnak az eredménye az lesz, nem titkolt szándékkal, hogy törvénymódosítás legyen benyújtva. De ahhoz, hogy ezt a parlament nyilvánvalóan elfogadja, ahhoz kell az a petíció aláírási tömeg, ahol egyértelműsíten lehet a kormányzat felé, hogy ez nem csak az agrárgazdasági kamara egy kitalált problémája, hanem valós gond. És egyszerre és mindenkorra legyen törvényileg lerendezve a föld adómentessége. Ez nem példátlan Európába, számtalan országot tudok mondani, hogy így van, és számtalan országot, akár Hollandia is, és számtalan országot, ahol pedig van földadó, de olyan mértékű kedvezményeket biztosítanak, ami negligálja azt. Tehát kompenzálva akár Lengyelországba, akár Spanyolországba, hogy ne soroljak más uniós államokat. Tehát az agrárgazdasági kamarának egyértelmű a célja. Kéri a gazdákat, hogy fontolják meg, de hát ez nem is nagyon fontolás kérdése, csak tegyék meg, hogy a véleményüket jelezzék, hiszen itt a vélemény egyértelmű, ne kell, hogy legyen, hogy megindíthassuk azt a törvénykezési folyamatot, amiben ez a így is értelmezhető jogszabály hát végleg kikerül ebből a rendszerből. Igen, hát azért ne feledjük, hogy egyrészt, tehát ha sorba vesszük, és röviden nyilván, hogy versenyhátrányba kerülnek a nemzetközi és az európai piacokon lévő versenyben, ez mindenképpen igaz, arról nem beszélve, hogy jelentősen hozzá fog járulni az élelmiszer áremelkedéshez, ami már most is az egekben van, mondják a köznapi vásárlók, hiszen, és hát ez a fogyasztók pénztárcáját is sújtani fogja. Tehát ez rendben van. Arról nem beszélve, hogy ugye volt a koronavírus járvány, az aszályról beszéltünk, a háborús szankciók által megemelkedett energiaárak, ez mind-mind kihívás, és hát ez elfogadhatatlan a földadó. Ez a petíció, amit megfogalmaztak, ez mennyire lehet népszerű most így, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy itt Fejér megyében is meghirdették már, és nyilván az Agrárkamara valamennyi vármegyei szervezete csatlakozott ehhez. Igen, azt kell mondanom, hogy valahol a gazdák azt érzik, hogy a kamara elég erős, és hát valóban szava van számtalan dologban, hiszen eddig ezt bebizonyítottuk, és hát nem olyan tömegével van még az aláírás, gyűlik szépen, tehát félreértés ne essék, de úgy gondolják, hogy meg fog ez oldódni önmagától is. Ne higgyük ezt, ne higgyük ezt. Igenis segítsenek a gazdák abba, hogy a kamarának legyen mit letenni az asztalra, hogy igenis ezt a törvénymódosítást meg kell csinálni, pont a gazdák, pont a jövő érdekében, pont a fiatal gazdák érdekében is, hiszen egyszerre és mindenkorra be kell azt fejezni, hogy bizonyos társadalmi rétegek, teljesen mindegy, hogy milyen oknál fogva, a gazdák újabb pénzlehúzásába lássák a saját vagy más társadalmi csoportok érdekeinek a biztosítását. Tehát a élelmiszer szuverenitás nemzetgazdasági szinten fontos. És ha már a cukorrépáról volt szó, akkor ez tipikus példája annak, hogy Európa Uniós
javaslatra, kérésre meg lettek szüntetve a cukorrépagyárak, egyetlen hazai, hazánkban működő cukorrépagyár van, ugye, amelyik osztrák tulajdonosi kézben van az Agránának, és nézzük meg a folyamatot. Mert ez egy folyamat nyilván. Ez egy folyamat, hogy mi történik a demokrácia égisze alatt. A demokrácia égisze alatt egy osztrák termelő 14,5 euróval kap többet ugyanazért a cukorrépáért, mint amit ad érte a kaposvári gyár. Hallatlan. És amikor Leopoldsdorfba, itt a határ mellett levő, ugyancsak abba a tulajdonosi körbe tartozó cukorrépagyárba jelentkezik a magyar cukorrépa termelő, hogy rendben, hát akkor oda szállítunk. Akkor az a válasz, hogy nem. Ide az osztrákok szállítanak be. Van Magyarországon cukorrépagyár. És akkor az Európai Uniónak az alapszabályait, amikor megnézzük, a munkaerő, áruk, szolgáltatások, tőke, szabad áramlásáról, mennyi korholást kapott már Magyarország e tekintetbe? És ez pedig simán itt van. Miért? Mert nincs egyetlen valamire való másik cukorgyárunk. Hát nyilván vannak kisebb próbálkozások, de ilyen kapacitású cukorgyár nincsen. És ha megnézzük azt, hát most ne menjünk még a 90-es évek elejére, amikor 100 000 hektár fölött volt a cukorrépa termőterülete, amikor még megvoltak a gyárak. Ha most az elmúlt 5 évet nézzük, hogy 17 000, alig több mint 17 000-ről csökkent le tavaly 8600-ra. Szerencsére, most az összehasonlítás, hát több élő almaültetvényünk van, mint amennyi cukorrépát termelünk, és ha megnézzük a gyárnak a kapacitását, jó, Szlovákiában is termeltet, olyan 450 ezer tonnát dolgozott föl, és mintegy 60 ezer tonna cukrot állított elő. Szentestére, 24-re befejezte a szezont. Két ünnep között hányszor volt olyan, hogy cukorrépát szállítottak még? Igen. Tehát 60 ezeret. Majd földolgozott természetesen mintegy 30 ezer tonnányi nád sűrítményt, tehát nád cukor sűrítményt, nem a sűrítmény volt 30 ezer tonna, hanem a végtermék, amit persze hát majd belekever a cukor répából készült cukor közé, a jogszabályok lehetőséget adnak neki. De valahol, én kérdem, a Magyarországon levő cukorgyárnak ilyen idegen cukorot kell feldolgozni? Nem a magyar termelőnek kellene ezt előállítani? Amikor Ausztria ugye kevesebb termőterülettel rendelkezik, és 40 ezer hektáron termel cukorrépát. Mit lehet tenni? Hiszen nyilvánvaló a gazdákat azért nagyon is zavarja ez a kialakult helyzet. Tehát természetes, hogy vetnének, vagy egyáltalán, tehát már ilyen értelemben az előbb elmondottak alapján elment a kedvük is, hogy a cukorrépát vessenek? Hát a cukorrépa az egy olyan növény, amelyhez nagy gyakorlatra van szükség, főleg ugye a szerkivonások miatt. És ami számomra nagyon agályos, és visszatérek a kérdésre, hogy a nádcukor termőterületén 26 féle olyan növényvédőszer hatóanyagot használnak, amit az Európai Unió betiltott. Hol vannak a zöldek, kérem tisztelettel, hol van a nyomon követhetőség, hol van az európai ember, köztük a magyar embernek is az egészségének a védelme. Tehát ha mi elfogadjuk azt, hogy mindenféle vegyszer ilyen értelemben is több hatóanyag káros, azonnal ki kell vonni és nem lehet használni, akkor mi ez a több színűség, hogy így fogalmazzak, hogy bezzek behozzuk? Hát ez elszent dolog nyilvánvaló, és valószínűleg
köze van a folyamatos áremelkedéshez is. Hát köze van természetesen az áremelkedésnek is, de önmagába ez a különbségtétel, hogy a déli megyénkbe és más megyébe is külföldre kell cukorrépát termelni, mert az ár jobb, mint a hazai gyár által adott ár, hát ez hallatlan, ami megoldás. A Cukorrépa Termelők Országos Szövetsége, a CTS fordult a kamarához, mint szakmai szervezet, hogy hát ezt az ellentmondásokat, itt az átvételi ellentmondásokról nem beszélve, arról, hogy úgy kötik meg a cukorrépa termeltetési szerződést, hogy előző éveknek a prémiumát akkor fizetik ki, a újból szerződést kötünk, tehát ezek is árságosak. Fordult, hogy hát a kamara próbáljon megtenni mindent annak érdekében, hogy ez megváltozzon. A kamara megkereste a gyárat egy ilyen jószolgálati egyeztető megbeszélés okán, ahol a gyár azt válaszolta írásba, hogy hát semmiféle probléma nincs, nem is érti a CTOS-t igazából, hiszen teljes mértékben kötik a termelők a szerződéseket, és minden nagyon rendben van. Hát én itt kérdezem meg a cukorrépa a termelő gazdákat, mert hát mi is halljuk, hogy valóban minden rendben van. Tévúton járunk kamaraként. Valóban mindenki megelégedett a cukorrépa termeltetés hazai szabályozásával. Akkor, amikor a kormányzat tonnánként közel 10 euró támogatást ad a cukorrépa termelőnek, hogy egyáltalán legyen hazai cukorrépa termelés. Akkor, amikor a miniszter úr személyesen vállalta fel, hogy a Kruisert, ami nélkül ugye szinte nincs cukorrépa termelés, ez egy a vegyszer, amelyik a cukorrépa termeléshez mindenképpen kell. Az Európai Unióban nem kívánatos, de eseti engedélyeket még lehet adni, és miniszter úr felvállalta, akkor ennél többet, bocsánat a szó használaté, lenyel a gyár. Mi volt a válasz? A válasz ez volt, hogy nem is érti, mert nincs semmiféle probléma, kötik a gazdák a szerződést. Melyik szerződést? Annyit, ahol utána a magyarországi egyetlen cukorrépa gyár, ez csak hipotetikus természetesen, nem kijelentés, akkor ilyen nátszukor feldolgozóvá válik. Hát ez nem tartható, ez egyáltalán nem tartható, a cukorrépa pának igenis helye és szerepe van a vetésforgóban, amikor pont a vetésforgó sokszínűségéről beszélünk, amikor arról, hogy többféle növénynek a termesztése szükséges. Tehát jelenleg a folytatás az lesz, mert a CTO azt jelezte, hogy hát ő ebbe nyilvánvalóan nem nyugszik bele, tehát etikai bizottsági vizsgálatot kér a kamarától, a kamara ezt le fogja folytatni. És azért nem értem a cukorrépa gyárat, hiszen ő is ennek a kamarának a tagja. Tehát számomra nagyon-nagyon kérdéses, hogy miért kell a médiához fordulni ebbe, hogy két kamarai tag képes legyen, pontosabban hajlandó legyen leülni az asztalhoz, és vitassa meg mindazokat a kérdéseket, amik a termelők részéről felmerülnek a kamaránál, és a kamarába ugyanúgy helye és szerepe van a élelmiszer feldolgozónak, és semmiféle hátrány nem fogja érni. De hát ezekre választ kellene adni. És ha kell, természetesen ezek az egyeztetések nem járnak eredményehez, akkor más kamara által birtokolt eszközrendszerrel fog fellépni az ilyen, hát óriási különbség ellen, amit igazából nem lehet épp gondolkodásmóddal logikusan megmagyarázni. Az nem magyarázat, hogy az osztrák termelő hát nehezebb körülmények között termeli meg a cukorrépát, mint idehaza. Hiszen aszály volt, akkor ez az aszály nem számít. Tehát egyszerűen az a dolog, hogyha elveszítjük, és itt csak visszatérve az előző gondolatra, a nemzeti önrendelkezésünket számos termék vonatkozásába, akkor ez lesz a következménye. Mindaddig demokratikus egy idegen országbeli tulajdonos, amíg nem érzi magát
egyeduralkodónak, és itt nem a cukorépagyárról beszélünk, hanem általánosságban fogalmazom meg, hiszen erre már számtalan példa volt Magyarországon. Elnézést egy kicsit a hevesebb megnyilvánulásért, de a cukorrépa termelők igenis megérdemlik, hogy a kamara kiálljon érték, igenis fontos a cukorrépa termelés a megvalósulása, és igenis fontos az önellátás biztosítása. Megértem, megértjük, és természetesen beszámolunk róla, hiszen előbb-utóbb döntés születik ebben a kérdésben, ez nyilván nem maradhat így. Viszont kell, hogy szó essék, ha röviden is, az őszivetésekről, hiszen tudjuk, hogy asszállyal indult ez az esztendő, majd jött egy elég furcsa időszak, amikor özönvízszerű esők hulltak. Hogy állnak az őszivetéseink? Én onnan indulnék, hogy az elmúlt év nem csak aszállyal kezdődött, hanem aszállyal folytatódott. Ezt sajnos tudjuk, és az eredményét mindenki abszolút sajnos érezte. Augusztus-szeptember folyamán megindult a csapadék, október ez egy kicsit csapadékhiányos volt, de végül is novemberbe, decemberbe és eddig januárba lehullott közel 200 mm. Ez azt jelenti, hogy ha csak ránézünk a tavalyi csapadék mennyiségre, ami hát Mezőfalva környékén 519 mm volt, akkor majd hogy nem azt mondjuk, hogy még nagyon gond sincs, na ennek a hektikussága viszont teljesen egyértelmű. Következőt kell látni, és ezt a gazdák tapasztalják is. Mindegy 40-45 cm-ig Fejér megyébe víztelített a talaj. Viszont 90 cm-ig nyírkos, nem nedves, nyírkos. És ezt követően a altalajvízig, tehát a talajvízig teljesen száraz. Teljesen száraz. Tehát még nem ért össze az altalaj vízkészlete és a feltalajba meglevő száraz rész. Tehát igenis még imádkozzunk az esőért, igenis még szükséges ez a csapadék, hogy egyszer elérjük azt, hogy ne legyen a talajunkba ilyen teljesen arid rész, amit hát nagyon fényesen bizonyít, és az erdészek el tudják mondani, hogy rudas állományú erdők száradnak ki, pont azért, mert abban a talajrétegben vannak, ahol szárasság van. Egy biztos, hogy az ősziek már jó értelemben ki tudják húzni ezzel a vízkészlettel magukat az aratásig. Nem, mint hogyha innentől kezdve nem lenne csapadék, az nem jelentene nagy problémát, de köszönjük szépen, ez a vízkészlet, ha nem is elégséges, de szükséges ahhoz, hogy termés legyen legalább a tavalyi szinten. És viszont ami nagyon fontos, hogy ugye enyhe a telünk. Az enyhe tél következtében a gombakártevők és a rovarkártevők is érdekes módon beindultak. Tehát a repce, tehát a különféle ormányosok, a nagy káposztaormányos, szárormányosok, most nem sorolom mindegyik, amik a repcébe károsítanak, már elkezdtek megjelenni. Olyannyira, hogy Baranya megyében volt, ahol védekezni kellett ellenük. A repce bolha is már jelenik meg, ugye a befogó csapdákon, és ez azt jelenti, hogy mivel nincsen igazán hatható szer a repce bolha ellen, mert ez csak ugye a kivonás kérdése ugye a különféle szereknek, hát ezért nagyon nehéz lesz védekezni ellene. Többször kell rámenni a táblára azokkal a szerekkel, amik kevésbé hatékonyak. Én olyankor mindig megkérdezem, hogy mi a környezetvédelem, de most ezt ebben ne menjünk bele. És nagyjából azt jelenti, hogy egy tonnát fog elvinni hektáronként a repce termés átlagából csak az, hogy nem tudjuk megvédeni jól a repcét a kártevőktől.
és ezen azért mindenkinek el kellene gondolkodni, mert a környezeti károsodás, egy földünk van, egy olyan éghajlatunk van, amit nyilvánvaló őrizni kell. És a repcébe ez meg is mutatkozik, hiszen hogy a 300 ezer fölötti repce hektár számok, ami Magyarországon volt, bizony most 181 ezerre csökkent, kifagyás valószínűleg nem lesz, mert hát eddig elég enyhe a telünk. A búza vonatkozásában azt kell mondani, hogy a különféle levéltetvek és a kabócák ott vannak. Igen, ezt tapasztaltam. Ezeket nem, így van, nem vitte el semmi. Na most tudjuk jó, hogy ők elég erőteljes vírusvektorok, amik terjesztik a vírusokat. És bizony a táblaszéleken most már látni a sárga mozaik vírusnak, a árpa törpülését okozó sárga mozaik vírusnak ugye a kártételét, hát ami megint azt mutatja, hogy a fertőzött árpatáblákon bizony nem lesz rekordtermés. Annak ellenére, hogy ugye mindig 260 ezer körül volt az őszi árpa vetés területe, most 331 ezer. Tehát több mint 330 ezer most nevezzük így a vetés terület, ahol árpát termelünk. A búza vonatkozásába is meghaladta az 1 millió hektárt. Tehát 1 millió 19 ezer hektáron vetettek búzát a gazdák. Tehát nagyon jó, mert a csapadék viszonyok megfelelőek lesznek, de a növényvédelemre, a vírusvektorokra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ha ez a tél nem keményedik meg, és hát egyelőre semmi olyan előjelét nem tapasztaljuk, hogy kemény terünk legyen, ami más szempontból nem kedvezőtlenebb, itt tudjuk az energiafelhasználás vonatkozásába, fűtés, egyéb, ugye, akkor itt nagyon komoly növényvédelmi dolgokat kell eszközölni, igen, hogy rendben hát legyen. Én azt gondolom, hogy az agrárgazdaság mindennapjai rendkívül fontosak számunkra, ezért is köszönöm szépen, hogy beavatott bennünket az elmúlt időszak történéseiben. Én köszönöm a meghívást. És természetesen innét folytatjuk. Érdeklődéssel várjuk egyébként, milyen döntés születik az elakezekkel a gazdák földjétől petíció, illetve az összes többi az imént említett ügyekben, mert hogy azt hiszem, hogy mindannyiunknak alapvetés, hogy a mezőgazdaság, az agrárgazdaság működjék Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm, és kérek mindenkit, hogy írja alá a petíciót. Igen, és kedves nézőink, akkor azért elmondanám, hogy az online aláírásgyűjtés a www.agrarpetíció.hu oldalon zajlik, és az interneten is aláírható természetesen, illetve személyesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telephelyein, ahol a falugazdászok segítik Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.